Tovább folytatódhat Újfehértó fejlődése. Az ennyvízhálózat kiépítése után a városban több útfelújítás is elkezdődhetett, ezek között állami támogatásból a 4912-es főút. Az önkormányzat intézményeinek energetikai korszerűsítése révén spórolhatnak a rezsiköltségeken. Nagy Sándor, a várospolgármestere vendégünk. Jó estét kívánok, köszöntöm. Na hát, mielőtt sorra vennénk, azért nagyjából egy ilyen nagyságrendet tudunk-e mondani, hogy az elmúlt évben, illetve elhúzódóan ezek a mostani beruházások összességében mennyit tesznek ki? Hát ha össze kell adnom mondjuk 2013-tól, akkor bátran merem állítani, hogy meghaladtuk a 3,5 milliárdos fejlesztést a városban. Ebből a legjelentősebb a szennyvízhálózat fejlesztése. Így van, hisz ez magába eredetileg egy 1,6 milliárd, és még most kiegészítő forrás kaptunk ebben az évben, amit decemberig kell elhasználnunk, egy 250 milliót, és akkor azt tudjuk mondani, hogy 99%-os a szennyvízhálózat kiépítése a városban. Ez már csak azért is jó hír, mert hogy innentől kezdve elgördül az akadály a szilárd útburkolatok építése elől, hiszen mondhatjuk, hogy a közművesítés nagyjából rendben van Újfehértón. Igen, ezt már nem mondhatjuk el arról, hogy az útjaink rendben vannak. Hát egy nagyon nagy álma teljesült a városnak azzal, hogy a kormány döntött arról, hogy a 4912-es útnak a felújítása ebben az évben legalábbis a belterületi szakasznak megtörténik. Ez egy 825 millió forintos támogatást jelentett a Magyar Közút számára. Én itt is szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben közreműködött, hiszen egy 21 néhány éves problémá kerül megoldásra ezzel. És nyilván az önkormányzat saját erőből is igyekszik legalább az utalapokat elkezdeni kiépíteni, hiszen ebben az évben közel 70 millió forint az, amelyet erre a célra fordítottunk. És ez azért érdekes, mert eléggé visszás volt, amikor döntöttünk arról, hogy visszabevezetjük a kommunális adót, de a testület ezt meghatározott céllal arra, hogy az utalapok készülhessenek, és bátran jelenthetem, hogy a 40 millióval szemben 67 millió pár százezer forintot költöttünk erre a feladatra. Mire volt ez elég? Mekkora szakasz sikerült ezzel szilárd? Ez útalapokról, vagy szilárd útburkolatról beszélünk? Útalapokról beszélünk, hiszen nagyon sok, még több mint 20 kilométer van hátra, és úgy döntött a testület, hogy természetesen, ha lenne pályázati lehetőség, akkor ezeket az utakat elkezdenénk lezárni. Ez a 67 millió forint, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 4 méter 30 centis úttal számolva egy közel 5000 méteres utaknak a kiépítését jelentette. Mikor tervezik ezeknek az utaknak a végleges burkolását? Hát mi nagyon bízunk benne, hogy elsősorban, ha megnyírnak most az új 14-20-as uniós források, toppos, illetve akár más forrásból kiírva, lesz lehetőségünk ezeknek az utaknak a lezárására, és nyilván, ha esetleg még a saját költségvetés is megengedi, akkor természetesen ez lenne az első rendű feladat, hiszen most már reményeink szerint egy jó ideig nem kell turkálni az utakat, hiszen minden közmű a helyére került. Ezek a most elkészült út alapok mire lesznek jók a végleges burkolásnál? Gyakorlatilag ez, hogyha akár 2-3 év múlva is, hogyha ez évente karban van tartva, azt jelenti, hogy csak egy kiékelő rész kell rá, és azonnal húzható rá az aszfaltréteg. Picit már érintettük a jövőbeni terveket, ami az útburkolásokat illeti, de nem ért még véget a most elkészülő, vagy elkészült, vagy most közeljövőben lezáruló projekteknek a sora. Egyebek között idősek otthona is épült, illetve átalakult Újfehértón. Így van, ezt a nagykelői több célú kistérségi társulás keretében valósítottuk meg. Ennek a lényege az, hogy átmeneti otthon volt nálunk, és nagyon nagy igény van arra, hogy egy idősek gondozóházaban tudjuk elhelyezni véglegesen az arra rászorultakat. Ez egy közel 100 millió forintos fejlesztés volt, és ez is gyakorlatilag 100%-ban uniós forrásból megvalósult. Ennek a műszaki átadása májusban történt meg, és most tudom azt mondani, hogy megkapta az intézmény most már a működési engedélyét, és elkezdődött a feltöltése a létszámnak.
Ami azt jelenti, hogy véglegesen ott maradhatnak a beköltöző lakók. Ez csak egy intézménye Újfehértónak, számos más újfehértói intézmény viszont energiakorszerűsítésen esett, illetve esik át. Így van. Korábbi időszakban napkollektorokat helyeztünk el minden olyan intézményen, ahol a melegvízfogyasztás elérte azt a nagyságrendet, és ebben az évben kezdődött el a napelemes rendszereknek a telepítése. Egy általános iskolai tagintézményünk az, amely több mint 40 millió forintból kapott napelemeket. Ez azt jelenti, hogy az intézménynek gyakorlatilag az éves energia áramfogyasztását ez a napelemrendszer teljesíteni tudja, és ez is teljes egészében uniós forrásból valósult meg. Van még egy viszonylag nagy volumenű beruházás, nem mondanám pontosan beruházásnak, a sportcsarnokot visszavásárolta a város. Igen, hát ez is egy hosszabb történet. Megépült, amikor az úszoda megépült, mellé épült egy nagyon szép sportcsarnok is. Igaz, hogy ennek a konstrukciója egy rendkívül eleinte volt a város számára, hiszen még 10 évig kellett volna működtetni ebben a konstrukcióban, ez közel 1,7 milliárd forintos kiadás jelentett volna a város számára, és ezért is gondolkodott úgy a képviselőtestület, már a korábbi és a mostani is, hogy amennyiben lehetőség lenne rá, szeretnénk kivásárolni ezt a épületet. Gyakorlatilag bank rendelkezett már fölötte, az adott bankkal megegyezve 330 millióért hajlandó volt hozzájárulni, hogy értékesítésre kerüljön az épület. Ehhez nyilván a stabilitási törvény szabályait betartva kormány engedélybeszerzésére volt szükség, és legnagyobb örömünkben november elején megkaptuk ezt a kormány engedélyt is. Amennyiben a magyar közlönyben is fogjuk most már látni, akkor lezárulhat december végéig a csarnoknak a kivásárlása, a tényleges átvétele, és januártól szerintem egy teljesen új formában elkezdjük üzemeltetni, és bízunk benne, hogy sokkal kevesebbe fog kerülni az önkormányzatnak a jövőben. Mind a két inti, a csarnoknak is, és az uszodának is az üzemeltetése. Milyen állapotban van ez az épület, kell felújítani mostanában, vagy csak az üzemeltetésre elegendő koncentrálni? Én azt látom, és az uszodánál már most van egy év tapasztalatunk, hogy igazából csak a szokásos karbantartási feladatokat kell elvégezni, és magát az üzemeltetést. Az összes problémája ellenére azt mondom, hogy egy jó megépített konstrukció volt az egész, tehát maga a műszaki paraméterei olyanok, hogy reményeim szerint azon még hosszú idén keresztül nem kell komolyabb felújítási összegeket fordítani rá. Az egy más kérdés, hogy kihúznak az újfehértóiak, hogy az uszodának a szauna résznek legyen csobbanója, és ezt meg kell, hogy csináljuk a közeljövőben. Ahhoz kötelező. Én úgy látom, hogy Újfehértó törekszik arra, hogy minél élhetőbb legyen a város. Része ennek a szociális odafigyelés, a szociális gondoskodás is. Így van. Most az új átalakult szociális támogatórendszer figyelembe véve úgy döntött a képviselőtestület, hogy augusztusban a beiskolázás segítésére rendkívüli települési támogatási formában beiskolázási támogatást nyújt minden 0 és 18 év közötti gyereknek, ez durván 1700 gyereket jelentett, és hogy valamit tudjunk kompenzálni azoknak, akik 2-300 forinttal túlépve azt a jövedelem határt, ami miatt a rendszeres gyermekvédelmi támogatást nem kaphatják, ők is kaphassanak ebből a támogatásból. Azt jelenti, hogy 6000 forintot kaptak gyerekenként azok, akik nem részesültek rendszeres gyermeknevelési támogatásban. Akik részesültek, ők pedig 4000 forintot kaptak. Ez 9,5 millió forintos nagyságrend volt, és most, ahogy csináljuk az évvégi tabularázát, úgy gondoltuk, hogy még a költségvetés elbírja az, hogy még egyszer most egy ilyen tanszervásárlásra, tanszerkiegészítésként megismételjük ezt a támogatási összeget, ez a mostani számításaink szerint szintén egy 1750 körüli gyereklétszám, ami egy 10 millió forintos nagyságrendű kiadás jelent. És hogy az öregekről ne feledkezzünk el, illetve az idősebb korosztályról, 1400 olyan háztartás van durván, ahol 65 év fölötti életvitelszerűen él,
úgy döntött a képviselőtestület, hogy rendkívüli települési támogatás formájában lakhatáshoz támogatás hozzájárulásaként egyszeri 11 ezer forintot kapnak ezek a háztartások. Én úgy látom, hogy igen sikeres időszakot zár így az év végén Újfehértó önkormányzata. Nagy Sándor polgármester úr, köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm szépen a lehetőséget én is.